iskola igazgatója, Barabás Gábor igazgató helyettes, aki ma esetleg körbevezeti önöket az iskolában, ha szeretnék. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés az nekünk, hogyha a régi diákjaink visszajönnek ide az iskolába, mert ez azért azt jelenti nekünk, hogy az elődeink valamit jól csináltak, és jó szívvel gondolnak vissza a régi iskolájukra. Mi is így próbáljuk, aztán majd meglátjuk 10-20-30-40-50 év múlva, hogy vajon a mostani diákok visszajönnek-e majd, hát bízunk benne, hogy igen. Jelenleg az iskolának 1250 diákja van, és 116 tanár tanítja őket. Tanítunk informatikát, villamosipart és gépészetet. Ezen felül vannak magyar nyelvű osztályaink, vannak két tanítási nyelvű osztályok. Mint ahogy az önök idejében név volt a Langler, hogy na akkor de jó, aki itt végzett, arról tudták, hogy biztosan jó is. Nál, hát most is még azért a hírnevünk az töretlen, de azért tudják azt, hogy aki ebbe az iskolába jár, az jól nevelt, megtanulta a szakmát, ért is ahhoz, amit tanítottunk neki. Ami az érdekesség még, vagy nem tudom mennyire érdekesség, nagyon-nagyon kevés lány jár ide az iskolába. És most jelenleg 14 lány van összesen az 1200 gyerekből. Mi lett volna velünk, ha ez a mi időnkben is így van? Igen, azt nézem, hogy azért ez egy kicsit más összetételű. Ebben az évben ünnepeltük az iskola 90 éves fennállását, mert hogy most egy hete sikerült egy pályázat segítségével, meg nagyon sok támogatással azt a címert visszaállítani az iskola homlokzatára, ami az eredeti tervekben szerepel, aztán az 50-es években az eltűnt, lecserélték, és most egész magasan ilyen két angyalka fogja a koronát, és közte ott van a magyar címer, egy tűzzománcból lett előállítva, vagy rekonstruálva. Szerintem szebb, mint az eredeti volt, de majd nézzék meg, mert tényleg gyönyörű. És el kell mondanom, hogy ennek a kijárásában, intézésében Kornélnak van hatalmas szerepe, aki fáradhatatlanul ugye az iskola történetét kutatja, tehát tényleg valami hihetetlen energiával kutatja az iskolának a múltját, jelenét, és talán a jövőjére is ez nagy hatással lesz. Szerintem evezünk az ünnepélyes pillanatok felé. Ugye ez az 50 év, ez gondolom hip-hop elszaladt. Nem biztos, hogy mindig úgy érezték, de lehet, hogyha most visszatekintenek, akkor úgy érzik, hogy hát ez bizony gyorsan eltelt. Mi szeretnénk ezt az 50 évet, hogy emlékezzenek rá, meg lehessen mutogatni a gyerekeknek, unokáknak, egy aranytechnikusi oklevelet átadni önöknek, ennek örömére, hogy eltelt 50 év, és remélem, hogy találkozunk 50 év múlva nem biztos, mert én már nem leszek akkor biztosan, de remélem, hogy tényleg még sokáig sikerül ebben a körben ünnepelni. És szeretném megköszönni, hogy 1968-ban nézett ünnepében, hogy ezt megrendezték, hogy mindenkinek nagyon sokat számít. Meg szeretném köszönni a igazgatóasszonynak, az igazgató helyettesének is, Urban Tanárnak, hogy ezt kezdeményezték, és azon kívül pedig az osztálytársaimnak, akik ezt szeretnék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is akkor ezt követően fényképezkedés az előtérben, itt a bejáratnál, és a bemutatóan készültek a megemlékezésen is, és utána akkor körbe megyünk és megnézzük az intézményt.
Egészségedre, egészségedre. Akkor kedves egészségükre az elkövetkezendő sok évre mindenki. Egészségedre. Igen. Meg vagy. Ez a lényeg, hogy te lássd. Látod a hátunkat? Urálni kell. Neked lehet. De nyakadva veszed a tesztet, akkor fogjuk. Egyedül te itt. Tehát valami zene is van. Verset fogok mondani. Szeretném elmondani azoknak a nevét, akik már nem lehetnek velünk. A Pál tanár úr, a Darányi tanár úr, ők ketten. Kerestem a Bajnai tanárnőt, ő még életben van, de ilyen idősek otthonában van, és nem tudtam elérni. De akkor meg kell emlékeznünk a Karaszentzolidon, a Mészáros Zsolidon, a Paplacidon, most már Sántakarcsidon is, a Rozsgonyi Árpidon, a Viskós Sándor és a Zsikvajon Zsolidon. Tehát Reményik Sándor egy perc. Egy percről ma úgy néztem fel a csillagokra én, mintha bámuló nagy gyerek szemekkel legelőször tekinteném. Egy percre ma a gyöngyvirág illat szálltás a szobán, csodálkoztam, mintha legelőször csodálkozni kell édes illatán. Egy percre ma minden olyan könnyű lett és oly egyszerű, és az élet a kezemben engedelmes, jól hangolt heged. Egy percre ma megindultam, és nem tudtam mi az. Messziről, mélyről intett elivém egy elsüllyedt tavasz. Egy percre ma, mint szegény embert nem húzott az ág. Halkan csengetűzött a föld alatt sok eltemetett csengetűvilág. Egy percre ma megpróbáltam a más lelkével látni, nem ítélve és el nem ítéltetve, bocsánatot nyerni és megbocsátani. Egy percre ma ragyogtak rám halvány testvérarcok, amelyek elé ködereszkedett, céltalan hajszta és megütált harcok. Egy percre ma, ó, tiszta, bölcs és boldog látomás, elváltozott, mint Jézus a hegyen a mindenség, s bemás lett, jó bemás. Egy percre ma, nem lehet ezt a percet kibeszélni, hogy is tudna szivárvány óriás, tündértörékeny teste rímbe férni. Egy percre ma, oly boldog voltam, oly boldogtalan, tudva e perc egy percig tart csupán, és aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesve zúg éltem kis partszögletéből, míg újra fölbukkan egy így vitorla az örökké valóság tengerében. Én úgy gondoltam, hogy ez nagyon ide illik. És... Az egyetem, az iskola végzése után elvégezte a műegyetemet, akkor is tartottuk a kapcsolatot, utána a KFK-ban viszonylag közel dolgoztunk egymáshoz. Volt egy nagyon szép családja, akik gyerekek fölnőttek már, és egy balesetben elhűlt jó pár évvel ezelőtt, és még mindig sokat. Átalakult a szakmánk, mondhatom ezt így, mert hogy én is ide jártam, most már 38. éve járok ide minden nap, tehát
Ugye azóta átalakult, mert a híradás technikából, ugye elektronika lehet, híradás technikáról ma már nem nagyon tudunk beszélni, mert ezek a mai eszközök, amik a híradás technikát elhozzák, ugye a televíziót, rádiót és hasonlót, az már mind-mind digitális, maximum csak a vége van. Ennek megfelelően az elektronikai ágazaton elektronikai technikusokat, automatikai technikusokat képzünk, illetve erős áramú elektrotechnikusokat. Igen, meg a Crossbar központnak a erőbeállítás, de ezek már nincsenek, ugye minden átment a digitális világba, de hát a vége azért még analóg elektronikát tartalmaz egy picit, azt megtanulják, és hát ami tényleg fő cél az elektronikai technikusnál is, hogy az automatizálás a fő terület. Az informatikai ágazaton, akik tanulnak, ugye ott is bármennyi is értetlen, de átalakul a világ. Két fő terület marad meg, az egyik a szoftveres rész, a másik pedig a hálózatok. Egy telepeljünk is ma már, 2003 és 2006 között egy uniós beruházás keretei közt egy 6 milliárd forintos beruházást kapott az intézmény. Helyileg nem fértek el a műhelyek, és a Bánki Szakközépiskola területén itt az újpesti Tesco mellett ott van egy nagy telephelyünk. Ott van elektronikai műhely, ahol nyomtatott áramkört gyártanak még. Van egy nagy CNC műhely, ahol DMG, Mori, szerszámgépek, Siemens, Nimbus megrendés vezérléssel. És van egy pneumatika hidrauléka műhely, az a Festo cég által felépített műhely. Rossz helyen ülök? Nem jó helyen ülök. Alexa! Rájuk. Turn on the light! Hát igen, az elektronika ma már itt kezdődik. De hát bármennyire is hihetetlen. De itt van a régi csöves oszilloszkóp. Ma már a diákok azzal szórakoznak, hogy ilyen órákat csinálnak rá, és mindenféle szöveget illetnek ki az oszilloszkóppal, de ugyanúgy a régi oszilloszkóp, tehát ha valaki gondolja, a színuszjelet is meg lehet nézni. Valt az Oltán tanár úr még egy-két ilyen érdekességet be tud mutatni a elektronika és informatika kapcsolatán. Érzékeltetve. Hát mondjuk Alexa-ban bemutattad. Alexa, mi tud egy meglepetést is csinálni. Alexa! Lát engem? Turn, Alexa! Turn on the surprise! Ettől mindig meg szoktak ijedni, de hát magunk napján beleszültem. Eléggé ilyen komplex gép, mert van hozzá lézert, meg tud lézerezni, saját magában mindent tud, anyagában mindent dolgot tud csinálni. De van olyan 3D-s nyomtatónk, ami a nemzetközi űrállomáson van fent. Egyik ezt nem megrendelésre készítették ezt az osztálydekorációt, hanem saját maguknak készítették el. És hát akkor így sokkal kellemesebben tudják érezni magukat az órákban. Magyar óra elment, mikor Lajos bejött. De mit csináltott nekünk? Én arra nem emlékszem. Magyar. Magyar Bajna Inné volt. Az egy dolog, de a Szűcs Lajos, amikor bejött, megkért, megláttuk itt a Lajost, szóltunk neki, hogy jöjjön már be egy kis beszélgetésre az osztályba. Hát azt mondja, de hát ez nem úgy megy, hogy elintézzük.
magyarulra volt, elmentünk a Vajnai Mérőt, megbeszéltük. Persze, jöhet, jöhet.